Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kis Benedek József, biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Napjainkban ön a legfoglalkoztatottabb szakértő, stúdióból stúdióba repül, ott megáll egy-egy rádiónál, még ipari kamerák is erről kérdezik, hogy mi történik a Közel-Keleten, ezt fogjuk mi is tenni. Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok. Nézzünk, hol tartunk a naptárba. A zsinagógai naptár, a Luak szerint 5780-at írunk, Tévész havának tizedik napján vagyunk, ma van Tévész Eszer, azaz egy böjtnap. Jó böjtölést azoknak, akik böjtölnek. Hogy pontosan miről szól ez a böjt, azt megtalálják a Luakba, a naptárba. A Gergely naptár szerint 2019. január 7. napja van, kedd van. Üdvözlünk minden Attila és Ramona Uptó nevű nézőnket. Mindenkit, akinek ma van a születésnapja, a házasság évfordulója, vagy épp a szülőszobában hozza világra utódját. És nézzük, hogy vajudnak a bankok. Az euró középárfolyama 3,2979, míg a Brexit előtt álló angol nemzeti valuta 3,88,12. A mai várható időjárás mínusz 7 plusz 3 Celsius fok között várható. Figyeljenek oda folyadékháztartásukra, vegyék be tablettáikat, nehéz reggel beszélni, nyissák ki az ablakot, hogy egy kicsit a friss levegő betóduljon, és már is fölbögnek a motorok, és a legfoglalkoztatóbb szakértővel mi is tovarepülünk a Közel-Keletre. Az izraeli kormány biztonsági kabinetje tegnap az egész nap folyamán tanácskozott, ma újra folytatják a megbeszéléseket. Természetesen a megbeszélések központja a várható reagálása Teheránnak és Iraknak. Mit tud ön erről mondani? Hát úgy gondolom, hogy nem kevésbé mondható azt el, hogy nem jogos ez a hosszú tanácskozás, mert szinte maratoni tanácskozás folytat az izraeli kabinet, és hát meg kell vizsgálni, hogy mi várható például Hezbollah részéről. Tekintettel, hogy fölröppentek olyan hírek, hogy az amerikaiak és az izraeliek eléggé szorosan egyeztettek a gyilkossággal, vagy célzott megsemmisítéssel kapcsolatban, és hát azt mondják, hogy nagy valószínűséggel az izraeliek adnak meg az információt a tábornok utazásával kapcsolatosan. Nevezetesen az, hogy Damaszkuszban volt, és Damaszkuszból ez mikor még géppel megy. Akit ön tábornoknak hív, nem tulajdonképpen egy tömeggyilkos? Hát nem tömeggyilkos, mert hogyha azért megnézzük, hogy Iránnak az egyik legfontosabb stratégiának a kidolgozó, hogy a 23 éve dolgozik már ebben de a beosztásban. Hát hogy tömeggyilkos-e vagy nem? A stratégiának a központi témája tulajdonképpen az egész világot befedősít a szervezet. A Közel-Keletet befedősít a szervezet, nevezetesen hát Iránból indul, és természetesen Irak, Szíria, Libanonon keresztül kimegy a földközi tengerig, illetve délfelé pedig Jemenig, ez lenne a síta félhold. Azért ekkora képesség, hogy az egész világot befogja nincs, bár ezen is lehet vitatkozni, mert hogyha megnézzük a Hezbollah, a tevékenységét, akkor az valóban Amerikában, Dél-Amerikában is élen van, tehát a világ több területén, és hát ez volt a nagysága ennek a tábornoknak, hogy ezt a stratégiát kidolgozta, és részben megvalósította. De most ugye én nem azt akartam mondani a szakértő úr, hogy ebben az úrban tulajdonképpen egy békeharcost én nem mondtam azt, hogy békeharcos, én azt mondtam, hogy az iráni politikának a megvalósítója, sőt kidolgozója, mind a kettő kidolgozója is, és megvalósítója is, hosszú éveken keresztül, és ezért tartják nemzeti hősnek. Mit tud mondani arról az atomfelhőről, amit ő megálmodott Hajfa és Tel Aviv fölött? Ugyan az időjárási viszonyokat nem vette figyelembe, mert hogyha Hajfa és Tel Aviv fölött atomfelhő van, az Jeruzsálemet is érinti. Mármint a muzulmánok szent helyét, igaz, Mohamednek az éjszakai látomását, azt utána írták meg, amikor ő már régen halott volt. Hát ez a harmadik szent helynek számít, igen, ugye Mekka és Medina után, de hát tulajdonképpen, hogyha azt nézzük, hogy atomfegyver előállítására
nincs szándékuk elméletileg, gyakorlatilag ez nem támasztható alá, mert ugye jogosan merül fel az a kérdés, hogy miért kell magasabb szintű uránt kifejleszteni, magasabb tisztaságú uránt kifejleszteni, mint ami az atomreaktorhoz szükséges. Hát biztos nem békés célokra. Akkor nyilván nem békés célokra van szükség, illetve hát nem arról szól a történet, meg az, hogy azért vannak olyan kísérletek, amelyek arra engednek következtetni, hogy a retorika, illetve a napi gyakorlat az nem kifejezetten fedi egymást. Mégis, ha megnézzük az Európai Unió tagállaimnak egyes vezetőit, akkor abszolút nem értenek együtt az Amerikai Egyesült Államok lépésével, sőt. Hát az Európai Unió egyes vezetői változtak, ami az álláspontot illeti. Hát most ugye az Európai Unió tagállama zövében NATO tagállamok is, és azért lehet látni, hogy más mondtak szombaton, és más mondtak hétfőn. Tehát a szombati nyilatkozatokat nézzük meg, akkor nagyon langyos volt, vagy egyáltalán nem is került szóba. Majd hétfőn azért elég szorosan felsorakoztak az Egyesült Államok véleménye mellett. Ezt lehet látni a NATO-nek üléséről. Ez kellett egy pár nap, amíg magukhoz tértek. Igen, illetve kellett a tényeket egy pár nap, sikerült hétvége felfogni. Az hétvége ott is, igen. És tulajdonképpen azt is na, lehet ez egy látni, szervezet, amitől mi a messiást várjuk, ami kereteket ad az európai tagállamoknak. Keretet az az igaz, csak az európai tagállamok viszonya Iránhoz teljesen más, mint az Egyesült Államoknak. Az európai tagállamok üzletelnek Iránnal elég sok területen. És amikor a 2015-ös megállapodást aláírták... Csak materiális is problémák van. Ez nagyon fontos a materiális probléma. Innen indul minden, mert hogyha a gazdaság együttműködés működik, és erre nagyon rámentek, sok-sok szerződést írtak alá a németek is, meg a franciák is. Na most érdekes, hogy a németek azok eléggé kiálltak az amerikaiak mellett, nagyon gyorsan igen, is követelik. Viszont ez nagyon világos, hogy a franciák meg talán még most sem. A franciák pedig azt mondják, hogy a francia elnök el fog venni a közel-keletre, és tárgyalni fog többek között az iráni vezetéssel. Tehát ő most tulajdonképpen a béke barátja Bagarja című fejezetet próbálja előadni a Macron elnök. Hát neki most fontos az, hogy nemzetközi szintre kilépjen, és látja nem azt, hogy egy gyengülő... inkább a Párizsban sztrájkolókkal leülni. Tárgyal, nem, neki ez annyira nem fontos, neki fontosabb az, hogy majd azt megcsinálják mások, ez nem jó dolog. Hát ugye nagyon nem csinálták meg, mert Párizs lángokba állt az ünnepek alatt. Hát is. Voltak természetesen tüntetések, de ezzel annyira nem foglalkozik az elnök. Ő a külpolitikára figyel oda, és különösen mondjuk Észak-Afrikára és a Közel-Keletre, ugyanakkor azt is lehet látni, hogy hát próbál közvetíteni. És próbálja átvenni ki azt és a... ki között, Amerika és Teherán van, Amerika között. És Teherán között, és próbálja átvenni azt a szerepet, amit pillanatilag nem tölt be az Európai Unió vezetése. Ugyan tudjuk azt, hogy az Európai Unió külügyi biztosa Borrell meghívta egy kávéra az iráni külügyminisztert, tehát itt is azt lehet látni, hogy ők is fölébredtek, és próbálnak közvetíteni. Csak nincs ideje neki elmenni kávézni? Valószínű, hogy van. Szerintem le fog vele ülni, és fognak tárgyalni. Tehát itt beindult most Iránnal kapcsolatban egy politikai rendezés, hát közvetítési folyamat, amiben vastagon benne vannak a franciák. És de mivel... közben a turbinák meg pörögnek. Hát attól pörögnek, de az igazság az, hogy Európai Unió részéről észrevették azt, hogy valamit lépni kellene. Tehát az, hogy most nem csinálunk semmit, az nem vezet sehová. Nyilván ezért kezdeményeztek, és politikai dolgokat kezdeményeztek. Hát ismeretes az, hogy az amerikaiak nem nagyon szeretik azt, hogyha az európai beavatkozik a közel-kelet dolgaiba. Nézzük meg a palesztinai békefolyamatot. Ezt én értem, de az amerikaiak azért őket se helyezzük a kirakatba, mert ők hol kivonulnak, hol visszavonulnak. A jó Isten tudja a Twitter. Ezt nem lehet követni. Tehát a Trumpnak a logikáját nem lehet követni, mert azt mondta, hogy ki fog vonulni Afganisztánból, ki fog vonulni Irakból, majd utána csapatokat helyezett, tehát nyilván megvan az oka, hogy miért, és most megint vacilálnak, és ráadásul ellentétes nyilatkozatot tettek, mert az Irakban lévő amerikai csapatok parancsnoka azt mondta, hogy ki fognak vonulni. Sőt, ez ki szivárgott az elején. Ezt a hogy tudja követni? Hát ez tehát, nehezen tudja követni. Hogy lehet egy szóvűnek megmagyarázni a főnökének a... Nem ő csinálta, ezt a csapatok parancsnoka csinálta, hogy mi tiszteletbe tartjuk az iraki parlamentnek a döntését, és kivonulunk. Na most ő erre nem kapott felhatalmazást. Tehát valószínűleg meg fogják kérdezni, hogy honnan
tetszett venni ezt az ötletet. Nem vagyok biztos benne, hogy sokáig ő fog maradni a parancsnok, tudnék, nincs döntés, és ezt a védelmi miniszter mondta tegnap, hogy egyelőre az amerikai csapatok kivonásáról semmiféle döntés nem született. Illetve ha jól értem, akkor dolog. Bevonulásról van nem, szó. A kivonulásról plusz 3000 katonára. Most bevonulnak, de nem Irakba, hanem Kuwaitba, és ez nem mindegy. És világosan lehet látni azt, hogy... Tehát ideglesen Kuwaitban állomásozó katonai csapatok. Nem tárgyalnak ebben a témában, de szinte biztos vagyok benne, hogy Törökországhoz érkezne egy ilyen kérés, hogy amerikai erőket oda átcsoportosítanak. Akkor mondták volna, hogy nem, köszönjük szépen, ezért menne Kuwaitban. Most Kuwait viszont, ugye ha ránézünk a térképre, elég pici terület, tehát oda amerikai csapatokat helyezni, az azt jelenti, mint hogyha kiraknánk egy lőgyakorlat során a céltábla, a célterületre. Világ. De az öbölmenti országok fizikailag sem olyan túl nagyok. Hát mondjuk lehetett volna helyezni más országokba is, mondjuk például olyan helyre, mint Szaúd-Arábia, ahol azért el lehet rakni amerikai erőket. Pedig Szaúd-Arábiának talán egy védelemre, ha más nem, egy elképes védelemre is szüksége van. Annak idején nem reagált le az Egyesült Államok. Vannak most már ott légvédelmi rakéták, tehát az amerikaiak oda erősítést küldtek, de mondjuk ezt a 3000 főt nem biztos, hogy mindent kuholjuk. Ezt lehet, hogy még valahol szétosztják útközbe, de egyelőre az a hír járja, hogy Kuwaitba mennek, ami azt jelenti, hogy onnan egy bevetés esetén elég gyorsan lehetne őket használni. Az izraeli hadsereg időközben megszüntette, befagyasztotta a gyakorlatokat és a szabadságolásokat és a továbbképzéseket, és ez arra enged következtetni, hogy Izrael de facto egyenesen veszélyeztetve érzi magát? Igen. Igen, ez egy rejtett mozgósítás gyakorlatilag, ugyan behívásra még ismereteim szerint nem kerül sor, de nem zárható ki. Kérdés az, hogy hogyan fog lépni a Hezbollah. Tehát most a Nasrallahnak a nyilatkozatát nézzük, azt mondta, hogy a Hezbollah emberei készen állnak, várják. Igen, a nagy ajatollah parancsnokát. A síta kihelyezett alvó egységek, azok most fölébrenek és beindulnak, tehát világszerte egy terror. Szerintem készenlétbe válnak, tehát hogyha úgy dönt az iráni vezetés, még nem döntött, de fenyegetőznek ezzel, hogy használják őket, akkor igen. De a helyzet az, hogy ők is meggondolják, hogy hogyan és mit lépnek, mert nyilván, hogyha ők bevetik ezeket az erőket, akkor arra lesz egy amerikai reakció, amit most nem tudom, hogy micsoda. Az alvósejtek ellen terror... Hát itt nem alvósejtekről van szó, itt miliciákról van szó, akiknek azért rendelkezésre állnak bőven öngyilkos merénylők, rendelkezésre állnak olyan csapatok, akiket be lehet vetni, megfelelő fegyverzettel ellátva, hát a világ elég sok részén. Tehát ez olyan nagyon nagy problémát nem okoz, de kérdés az, hogy Irán akarja ezt. Vagy más módszert alkalmazok. Hát lehet itt kibertámadásokat intézni, lehet olyat, amit már is bevezettek, az atomprogram folytatása. Ne is menjünk tovább, mert ebből akár háború is lehet, hogyha úgy dönt az iráni vezetés. Köszönöm, hogy megnyugtat minket itt korán reggel, kedden reggel, szakértől akár háború is. Tehát ön már majdnem olyan, mint az izraeli vezérkari főnök, aki azt nyilatkozta még az esemény előtt jóval, karácsony után pár nappal, hogy északon és délen fokozott veszély van, várható egy támadás, ami erősebb lesz és keményebb, mint mindez idáig, különben mindenkinek kellemes ünnepeket. Bocsánat, kérek, ez a dolog az izraeli vezérkari főnöknek. Hát mindegy, meteorológiai jelentés. A másik pedig az, hogy az izraeli vezetés már régen kijelentette, hogy Irán nem rendelkezhet atomfegyverrel. Ha azon a szinten van, hogy kifejlesztik, és esetleg alkalmazhatják, erre nem kerül. A zsidó államnak ezek nagyon sokan meghallgatták, mert hogy a nyugati, mert hogy a NATO részéről is megmondták azt, hogy nem lehet atomfegyveretek. Tehát ez elég világos. A NATO tagjaik, de tegnap megmondták a NATO tagjai közül ott van például a francia elnök, aki ugye a NATO-nak... Nem, ez nagykövető szintű volt, tehát nyilván nem hívják össze az állam és kormányfőknek, se a külügyminisztereknek, se a védelmi minisztereknek, hanem a nagyköveteket hívták össze, akik egyébként is találkoznak minden héten legalább kétszer. Most hétfő reggel találkoztak és tartottak egy hivatalos ülést, amelynek során elítélték azt, amit Irán tett. Az NSBT
összehívását kezdeményezte Teherán. Mi történik? Szerintem ezzel különösebb probléma nincsen. Össze lehet hívni, arra van az ENSZ, hogy összeüljenek, és fognak, illetve nem fognak hozni egy határozatot. Nem, hát nyilván, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem fogja megszavazni. Van még egy perc. A britek megszavazzák természetesen, aztán kínaiak. Törökország meddig akar külön utas lenni? Hát azt az Erdoğan-tól kellene megkérdezni, akinek a népszerűsége az elég tisztességesen megy lefelé, gazdasági problémák is vannak, tehát Erdoğannak... Erre a legjobb egy háború neki, mert nem, mindenről elvonja a figyelmet. Nem egy háború, hanem egy választás. Most neki kell egy választás. Tehát azért akkor előrehozott választásokat most megszervezni, hogy a hatalmát meg tudja erősíteni, és majd utána fog lépni. Valami hasonlót próbált Benjamin Netanyahu is, de úgy tűnik átmenetileg. Más a pozíció, hogy... más a Netanyahu pozíció, és megint más a... Annál is inkább, mert közel 5 tárcáját szétosztott a kollégái között. Ez így van. Tehát tulajdonképpen azt lehet látni, hogy próbál agresszív módon viselkedni Erdoğan, de kevés partnere van. Tehát ott csak a térségben is megnézzük, azért nem nagyon tombolnak a gyönyörtől. Azért, mert eléggé jó barátságban vagy mi a magyar diplomácia Erdoğannal, hogy meg tudjuk nyugtatni őt? Hát a magyar diplomáciának... Egy nyugtatottabb lesz. Szerepe az úgy, hát nem tartozik a akkor úgy szoktam mondani, hogy tudjuk, hogy mekkorák vagyunk. Igen, na erről van szó. Tudjuk, hogy mekkorák vagyunk, tehát nekünk ott gyakorlatilag nem sok, de mondhatnám, hogy semmi szerepünk nincsen. Nagyoknak a játékáról van szó, mi legfeljebb ezt tátott szájjal tudjuk követni, és ennyi. Illetve a repeszekből mi is kaphatunk. Az igen. Jó lenne, ha nem. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rá az elmúlt közel negyed órában dr. Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő egyetemi tanárt látták és hallották. És most következik egy kedves beszélgetés egy kicsit a kultúráról dr. Bajkai Istvánnal, a Fidesz országgyűlési képviselőjével. Ezt a beszélgetést korábban rögzítettük, tartsanak velünk!